Minden jót, Gamal. A maga világában találkozunk. Elindul, nem vár választ. Az én világomban. Már én sem tudom, hol van az. Jelenleg úgy érzem, hogy egy vadidegen nő most viszi magával. Az egész világon. Ez a Pergamára hány szavak csatornája, és végre elolvastam a sokak által szeretett Arabot. Bossa Brown sorozatának első része régóta a polcomon várakozik, most rászántam magam, és belekezdtem, de nagyon féltem, mivel nagyon nagy a rajongótábora, de ugyanolyan sokan utálják is. Én sejtettem, hogy inkább az utálam táborba fogok tartozni, de azért arra nem számítottam, hogy ez a könyv egy ekkora érzelmi hullámvasút lesz nekem. Az elején nagyon-nagyon idegesített az egész, idegesített a főszereplőnk Gamal, akiből csak a nagyképű Arabot kaptuk, aki lenézte a nőket, és aki úgy gondolta, hogy ő a világ ura, csak azért, mert sok pénze van, és bármit megtehet ezért bárkivel. Hál' Istennek nagyon sok dolgot kaptunk az arab kultúráról, rengeteg leírás volt ezzel kapcsolatban, a közepétől már ez kezdett szintén zavarni, mert úgy éreztem, hogy nem halad a történet, mert csak Gamal mesél folyamatosan az arab kultúráról. Persze ez érdekes volt, de úgy éreztem, hogy mindent ezzel próbál kimagyarázni, és ez idegesítő volt. Tehát elmondta persze, hogy nem olyan egysíkú ez a kultúra, hogy mi gondoljuk, európaiak meg amerikaiak, hanem sokkal többrétűbb, és hát nem fogjuk ezt megérteni, és nem fogunk ezzel egyetérteni, mert egyszerűen látni a könyvben is a két szereplő között, hogy áthidalhatatlan ez a szakadék. Az, hogy a Korán meghatároz bizonyos szabályokat, és aztán mindegyik szabály alól kibúvót is biztosít, persze csak a férfiak részére, az nekem nagyon nem tetszett, és nem tudtam komolyan venni. Aztán sokszor éreztem azt, hogy rendben, ezt el tudom fogadni, haladjunk tovább, csak aztán mindig megint rátett egy lapáttal a főszereplőnk, aki egyébként sem volt szimpatikus egy percig sem, mivel a nők általában komoly üzletemberekről szeretnek olvasni, csak hogy ez nekem már túlment azon a határon, amikor szimpatikus az, hogy egy férfi nehezen megközelíthető. Aztán folytatódott tovább a történet, már a közepétől úgy éreztem, hogy rendben lesz, és hogy érdekel, és átértünk Amerikából Magyarországra. Aztán utána meglepődtem, mert még átértünk Szaúd-Arábiába is, szóval így igazán bejártuk ezeket a helyeket, és ez nagyon jó volt, és Magyarországon végre úgy sínen éreztem a dolgot, úgy éreztem, hogy most egy kicsit háttérbe fog szorulni a főszereplőnk, és tényleg megbejött a képbe Csilla, a másik főszereplőnk, akivel aztán nyilván elkezdenek egy szerelmi viszonyba bonyolódni Gamallal. Ez jó volt, érdekelt is, és vitt sodott magával a történet, csak hogy aztán áttértünk hirtelen Szaúd-Arábiába, ahol sokkal jobban beleláthattunk ebbe a kultúrába, beleláthattunk az ottani szokásokba, és megint Csilla volt háttérbe szorulva, és ő volt az, aki nem érezte magát nyerekben. Ekkor megint előjött Gamal unszimpatikus karaktere, de legalább haladt előre a sztoriuk, és tényleg érdekes volt az egész, ahogyan Gamal is kicsi megpuhul, és egy kicsit jobban elviselhető karakterré válik. Örültem volna, hogyha kicsit áttérhetünk néha Csilla szemszögébe, mert sokkal jobban hagyott volna fellélegezni így a könyv, és nem éreztem volna folyton ezt az ellenszenvet, amikor próbáltam megszeretni az egész történetet. De tudom, hogy a következő rész Csilla szemszögéből mondja el ugyanezt a történetet, ezt én nem szeretem, mert úgy érzem, hogy ez csak marketingfogás, mivel ezt a könyvet is meg lehetett volna úgy írni, hogy fele Gamal, fele Csilla, és akkor kapunk levegőt is, és mind a két oldalt meg tudjuk érteni, és hát nyilván a magyar olvasók inkább Csillával fognak szimpatizálni, mert jobban megértik az ő érveit és kultúráját. Aztán megtörténik a nagy csavar, amire számítottam, hogy be fog következni, és ekkor megint elkezdett idegen hagyni a történet, mert nem volt kompromisszum képes egyik fél sem ebben a kapcsolatban. És ez nagyon idegesítő, mert hogyha annyira nagy szerelem bontakozik ki közöttük, akkor legalább az egyik néha kössön kompromisszumot a másikkal, és egyszerűen ez nem következett be. Mind a két fél önfejű volt, makacs volt, és meg se próbálta megérteni a másikat, és tudom, hogy nagyon nehéz megérteni más kultúrából jövő emberek szokásait és életfelfogását, de egy hajszálnyi próbálkozás sem volt közöttük, és így nem csodálom, hogy boldogtalanok voltak. Na tehát innentől kezdve megint úgy éreztem, hogy én nem akarom ezt tovább olvasni, nem akarom tovább bonyolítani, mert félek, hogy lerombolja az eddigi pozitív dolgokat, ami a közepén kialakult.
Aztán ugye van egy másik szereplőnk is, Jasmine, akiről nem mondanék többet, hogy ne spoilerezem el a dolgokat, de ő is baromi idegesítő volt, Gamal is baromi idegesítő volt, és aztán a végére már Csilla is borzasztó idegesítővé vált. Egyszerűen nem tartották tiszteletben a másik érzéseit, hogy a másiknak mi a fontos, és így ez a három karakter annyira idegesített, hogy már azt akartam, hogy csak zárjuk le valahogy ezt, mert kezdünk megint elmenni a rossz irányba. Aztán a végén hirtelen egy akkora csavar következett be, amire nem számítottam, és amiért tényleg érdemes volt végigolvasni. Nem gondoltam volna, hogy így lesz lezárva ez a történet. Mondanám, hogy könnyű lezárás volt így, mert végül szinte semmit nem kellett megoldani, hanem minden megoldódott magától, de váratlan is volt, és ezért tetszett. Szóval azért volt nagyon kettős érzésem ezzel a könyvvel, mert maga a történet az érdekelt, de annyi negatív érzelem is volt bennem olvasás során az arab kultúra miatt, hogy nem tudtam túlledülni rajta. Próbálkoztam, de egyszerűen nekem túllépte az ízlés határt minden, ami szexuális dolog volt ebben a könyvben. Talán egy erotikus, romantikus, szórakoztató könyvben kevesebb információ is elég lett volna, és kevesebb bepillantás, mert ez tényleg egy nagyon 18 karikás kötet, amit fiatalabbaknak egyáltalán nem ajánlok, és hát ez egy kicsit a sztori pörgésének a rovására is ment. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy egy nagyon érdekes hullámvasút volt ez a könyv, és végülis nem bántam meg, hogy elolvastam, de folytatni biztos, hogy nem fogom, főleg úgy, hogy a következő rész ugyanezt fogja taglalni. Megértem, hogy miért ennyire megosztó ez a könyv, mert sok jó dolog van benne, de nekem kicsit több volt a rossz, és ez nem azért van, mert az írónő rosszul írta meg a könyvet, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen nem tudtam azonosulni egyik szereplővel sem, és ezért én annyira nem élveztem. Úgyhogy összességében erre 3 pontot szeretnék adni, mert tényleg igazából ez ízlés kérdése, hogy az ember szereti ezt a sorozatot vagy nem. Nekem ez túl sok volt, de gondolkodom, hogy megpróbálkozom az írónő egy másik sorozatával is, mert egyébként maga a könyv az rendben volt. Hát ennyit mondanék erről, úgyhogy nem megyek bele a részletekbe, mert tényleg annyi csavar volt ebben a könyvben, hogy nem szeretnék semmit előre leszpoilerezni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!